Most pedig az 5.-6. osztályosokkal folytatom a versenyt. Felszólítom Fehér Evelint, aki a zsámboki Bajzelenke általános iskolából érkezett, felkészül Hangya Lili. Petőfi Sándor, egyestém otthon, borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja, az idő lejár. Beszélgettünk erről arról, amint a nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szüntették. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérés kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed, szeretném látni egyszer mindhány zbukfenceket, de én műértő beszédit mosolyogva hallgattam, ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbbi időn Bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő nyugonni dült. De ekkor 100 kérdéssel áll elő anyám, felelnem kell-e? Hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy nekem van a földön a legszeretőbb anyám. Hangya Lili következik, szintén zsámbokról, felkészül Fülöp Barbara. Nemes Nagy Ágnes, az ismeret. Egy maradt meg, semmi más, csupán a tiszta ismeret. Nem ismeret, csak szomjúság, mely mind felé vezet. Nem szomjúság, csak rettegés, mely oldalamba kap. Rettenthetetlen rettegés, hegyezd lendzseidat. A rettegés s az ismeret közt, mint hídból görnyednek, rendítenek eleven eszközt, tárgyak, szellemek. A félelem sötét öléből egy hídra vetve rá, fut rajtam nemzet, álom élő, de mint hová. Mint szomjak kentaurakon, kiket a vágy feszít, hátgerincem homlokon, mint éves csupa híd. Lábam felett elcsúszik a folyó, De milyen parton, milyen szelek, borzolják bő hajam. Borzolják? Élek? Nem tudom már. Elold, felleg folyó. Köd úszik foszló partjaimnál, a híd lebeg hajó. S csak bordaívem roppanáson tapintom tűnt nyomát, a rém, a vágy, a cél, e három, s maradt egy a vágy. Most pedig Fülöp Barbara következik. Petőfi Sándor, gyors a madár, gyors a szélvész. Gyors a madár, gyors a szélvész. Gyors a villám, hanem az alföldi betyár, még gyorsabb ám. Ma őkelme csikót szerez Kecskeméten, Szent Mártonnál aznap át is megy a réven. Holnap a csikót eladja Fehérváron, eladja még újat is lop, e vásáron. Holnap után már valahol becskereken, lovagol egy karcsú fakón a deresen. Az 5.-6. osztályosokkal folytatnám, szólítom német Klaudiát, és felkészül Méri Andris. Móra Ferenc sétálni megy Panka. Sétálni megy Panka a búzamezőben, pillangós papucsba, hófehér kötőbe. Dalolgatva ballag egyes egymagába, virágtestvérké vigyázzatok rája. Simulj puha pázsit, lába alá lágyan, fütyülj neki szépet, terigó a nádban. Légy a legyezője, te lapu levele, fecske farkú pille, röpülj verseid vele.
Búzavirág szeme mosolyog rátok, ne vessetek vissza rá, búzavirágok. Kakukkfű az útját illatoddal hincs be, bújj el az útjából, szúrós királydinnye. Hadd ülő úton, kislába kifárad, szagos fodor ment a teves neki ágyat. Födjétekbe zsálják dús leveletekkel, szelítszéki füvek csillagfejetekkel. S őre a mezőnek szép jegenye nyárfa, te vigyázz rá, hogy csendes legyen álma. Méri Andris következik, felkészül, Méri Dávid. Vas Albert, újszékely balada. Valahol egy messzi egyen, öreg asszony, megyen. Vállámbatyú kezében volt, hajlott a derek a fáradt, hajlott. Valahol egy messzi egyen, édesanyám, megyen. Megyen a fia elébe, könnyen húl az út kövére. Édesanyám, jaj meg álljon, fellegri a láthatárom. Benne zokog egy üzenet, hogy az a nem mehetek. Hogy elébim ne is menjen, hogy engemet ne is fájjon. Itt halok meg idegenben, sötét orosz puszaságon. De valahol egy messzi egyen, egy öreg asszony mégis menjen. Nem hiszen a fellegeknek, nem hiszen az üzenetnek. Felmegyen a határhegyre, feltekint a fellegekre. Megettük az Isten látja, s belekezd egy imádságba, egy bánatos imádságba. És csak áll fönn, áll a hegyen, fellegjő és felleg megyen, imádságát mondja, benne sajog, féltő gondja. S meglátja az egész világ, azt az imát addig mondja, míg a fiát mégis haza imádkozza. Méri Dávid következik. Vas Albert, a völgyek vándora. Hányszor hittem, hazám, a fény hazája, s a völgyek szürke rabja nem vagyok. Völgyvándorát a hegyek csókja várja, s utam egyre feljebb kanyarog. S ó, ti kegyetlen rózsaszín hegyek, gyöngelém, hányszor emeltetek, hajnal pompában búskamor falat. S utam völgy, ezerszer völgy maradt. Most este van. Nem látom már az utat, hát ha most a helyre fölvezet, hát a holnap könyörületával, s kanyargós úton nyújt testvér kezet, szelek dalolnak, messze földi vándor, rokon karokba visszaérkezett. Virrad, a völgyek csoda váró rabja, távol hegyekre bízva feltekint, de útja völgy, jaj, völgy maradt megint. Most pedig a 7.-8. osztályosok következnek. Szólítom Szabó Emőkét, felkészül Ládi Krisztina. Vas Albert, emlékezés egy régi márciusra. Az erdő szélen hóvirág fehér lett. Sarjadó gyepen az iskola glédában állt, mint még soha. Valaki a talpra magyart szavalta. Aztán a tanító beszélt a szabadságról. Hallgatta a sok paraszt gyerek, oldalt a jegyző meg a pap, s tisztes, komoly ősz emberek. A harangozó tartotta a zászlót, vén bajszos arcán zord egy kedvűséggel. Ha a többiek hallgattak némán, hitték is, nem is a mesét. Öreg volt már a múlt, sötét s bizonytalan ködök takarták. Aztán egyszer csak hangosan megszólalt egy kisgyerek hátul. Édesanyám, mi a szabadság? A tanítóban elakadt a szó. Oda néztek mindannyian. Az asszony felsóhajtott, és azt felelte. Amikor hazajönnek a katonák, fiam. Ó, hóvirágos régi március, mennyi vér ömlött azóta megint, s véres torokkal hányszor ordították közénk a véres jelszót, hogy szabadság. Voltunk azóta hősök mi magunk is,
hősök, pribékek, árulók, gazok, honmentők és hazátlanok. Voltunk azóta minden, amit csak akartak a habzó szájú állapostolok. Négyszer szabadítottak föl azóta propagandás vad proféciával, és mind a négyszer más zászló alatt. És mind a négyszer esküdtek reá, hogy most lettem szabad. Hát ez a szabadság, emberek, szónokló, híres emberek, élők s holtak mind ezt akarták. És mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek? Édesapám, mi a szabadság? Ó, hóvirágos régi március, talán sóhajtunk egyet mi is akkor, és csak annyit mondunk csöndesen. Fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian. Zádi Krisztina következik, felkészül Makádi Renáta. Romhányi József, marhalevél. Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marhalevélben, nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom. Tudom, mély elfoglalt, mély megbecsült a, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára mester. Ön ismervén jól a tehén szív rejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre csak ön körül őgyeleg. Mú, minden bikák közt legelőkelőbb, midőn megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett fensálamban, s úgy éreztem, hogy kélyoson keresztül a rostélyoson. Mú, hogy forrt a vér a szívemben, hogy tódult a bélszínembe. Az a perc, mit ön velem eltölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám még önről ábrándozom kérődzve, vadféltésről a szívemig férkőzve, s átjárja ó, mind a kínvelős csontom mócsingeim, már bánom-e merész vágyat, hiszen büszke tenyész állat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg, de ne féljen bikaságod, ha nem szeret, félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám, ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önértégő tehenet, válaszolja hamar rája, üdvözli önt a marhája. Ím a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte, de a postás kisasszony nem vette fel. Makádi Renáta következik, felkészül Szécsi Liliana. Adi Endre, őrizem a szemedet. Vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Világok pusztulásán, ősi vad, kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtam veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet. Most pedig Szécsi Liliánát hallhatják. Felkészül Vasas Vanni. Petőfi Sándor, egy gondolat bánt engemet. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, amelyen titkos féreg fog a rág. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, mely elhagyott üres szobában áll.
Ne íj halált adj, Istenem, ne íj halált adj én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvész csavart ki tövestül. Legyek kőszírt, mit a hegyről a völgybe, eget földet rázó mennydörgés dönt le. Ha majd minden rabszolga nép, egy jármát megúnva síkra lép, pirosró arccal és piros zászlókkal, és a zászlókon eme szent jelszóval, világszabadság, s ezt elharsongják, elharsongják kelettől nyugatig, s a zsarnokság velük megütközik. Ott tessem elén a harc mezején, ott folyjon az ifjú vér ki szívemből, ha majd ajkam örömteli végszava zendül, hadd nyelje el azt az acéli zörej, a trombita hangja az ágyú dörej, holttestemen át fújó paripák száguldjanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ott szedjék össze elszórt csontomat, ha majd jön a nagy temetési nap, hol ünnepélyes, lassú gyászzenével és fátyolos zászlók kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik értet haltak, szent világszabadság. Vasas Fanni következik. Felkészül Pócs Réka. Vas Albert, szent a falu. Két emberfajta él. Az egyik önmaga elől elmenekszik, másikhoz nem ér a lárma, mert elrejtőzik önmagába. Az egyik élete malom, mindent felörlő izgalom rohan, s az élet fut vele, pénzcsörgető kacér zene kíséri éjjét, nappalát, s agyába örli vaddalát. Izzítja egyre a kohót, és épít felhőkarcolót, és épít büszke tornyokat, és szédít messze ormokat, telefon, autó, lift, vonat, s az élet mégis elrohant. Mit ér a szikra távíró? Mit ér a tőzsde, rádió? A gépóriások mind mit érnek? Az érztraverzek égig érnek, a reklámfények égig érnek, a villanydrótok égig érnek, az istenik föl mégsem érnek, s a gyertyák mégis tövig égnek. Másik élete falu, nádfedelű, meszelt falu. Két szeme, két tiszta ablak, reggeltől estig nyitva vannak, vagy felnéznek a fényes égre, vagy mindkettő a rétre néz le, s körös körül oly halk a béke, mint messzi csermelyek zenéje. S bárhogy forogjon a világ, a réten mindig lesz virág. S harsoghat a dáridó, s épülhet sok száz emelet, itt él tovább a szeretet, és Isten jár a kert alatt. A falu mindig megmarad, a falu mindig egy marad, a falu mindig szent marad. Most pedig Pócs Réka következik. Lacfi János, kapjátok el tüdőgyuszit. Tudom, a tüdőgyusz elég hülye név, de a szüleim tehetnek róla. Lehettem volna tüdőkarcsi, vagy tüdőlaci. Senkit se érdekelne. Így persze rögtön mindenki támad, valami vicces gondolata, hogy ennyiből lehetnék vesegörcs, vagy epekő is. Mindkettő igen szép ős magyar név, és persze rögnek, mintha ők találták volna föl a spanyol viaszt. És én is mosolgok, mert már 126-szor hallottam már, s ennyiszer lefejelni valakit mégiscsak túlzás. Kb. Ugyanannyira tehetek a szüleim hülyeségéről, mint ők az enyémről. Ha kisújszálláson születtem volna, most mindenki a kisújját röptetni előttem. Ha kerepes tartsán, akkor meg mondanák, hogy tartsam erősen, vigyázzak benne ereszem. Ha meg Veszprémben, akkor igazam van, veszem minden prém és szőr, és így tovább. És az osztálytársaim is marha szellemesnek hiszik magukat, amikor fogócskázás közben azt kiabálják, kapjátok el tüdőgyuszit, és én azt kívánom, bár kapnák el egyszer, és tényleg, hörögve, vérhabos szájjal, mint egy kidőlt versenyló. Na mi lesz? Kapjátok már el, nem igaz, hogy mind ilyen bénák vagytok? A szavalatoknak ezennel vége. Megkérem a zsűrit, hogy fáradjon ki és hozza meg a döntését. Addig pedig fogadják szeretettel Vesztergán Miklóst.
Thank you.
a zsűri meghozta a döntését. Megkérem a zsűrit, hogy fáradjon be. A zsűri ismertetni fogja a döntést, a gyerekeket egyesével fogja szólítani, és megkérem a gyerekeket, hogy miután átvették a emléklapot, illetve az ajándéktárgyakat, maradjanak fenn a színpadon, hogy együtt mondhassuk el a himnuszt. A döntést Simó József fogja ismertetni, a zsűri elnöke. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a gyermekeknek és a szülőknek, tanároknak, hogy ilyen élményben részesítettek bennünket, mert tényleg fantasztikus dolog, hogy ilyen pici gyerekektől elkezdve a nagyocskákig mindenki készült, látszott, hogy megtanulta sok esetben nem is rövid verset, és sok esetben meg nagyon-nagyon szépen. Na most, ahogy Endre barátom mondta, ugye a Magyar Kultúra napja, a himnusz 191. születésnapja, hát azért tudjuk ugye, hogy nekünk van egy pár anyanyelvünk. Hát az első anyanyelvünk a beszélt anyanyelv. A második az énekelt anyanyelv, és a harmadik pedig a táncolt anyanyelv. Ebből most itt legalább kettőt láthattunk, a harmadikat igaz csak CD-ről hallhattuk, az énekelt anyanyelvünket, de ezekben nekünk mind-mind a gyermekeinket részesíteni kell, hogy érezzék, hogy mit is jelent magyarnak lenni. Na most, tehát óriási élmény volt, komolyan mondom még egyszer, és kezdve a két kicsitől, akik közül az egyik, hát inkább az édesanyjához húzott vissza, mert azért az az anyai háttér azért az mégiscsak kellett volna ahhoz, hogy ő elmondja azt a verset, amit biztos tudott. És aztán hát jöttek a kicsik. És tényleg nehéz dolgunk volt nekünk zsűrinek, mert szívünk szerint, ahogy Endre is mondta, hát mindenkit értékelnénk valamire, de azért vannak dolgok, amik nem kerülhetők ki, vagy hogy mondjam, amiket nem lehet elvitatni. És most bocsássatok meg, gyermekecskék, hogyha mégis itt a sokatok közül én most ki fogok mondani 10 nevet, bár csak 8-at lenne szabad, és ez a 10 gyerek olyan volt, aki bennünket, mint zsűrit, elég egyértelműen meggyőzött arról, hogy ők a maguk korosztályának megfelelően a legjobbak voltak. És akkor mondom, az első-másodikos korosztályból, ha jól mondom a nevet, Bozlék Rita volt a számunkra az első a maga korosztályában. Ő mondta a Kányádi Sándor verset. Gyere föl, légy szíves a színpadra. Igen. Tessék? Aki nekünk másodjára legjobban tetszett, ő egy kókai kisfiú, úgy hívják őt, hogy Németh Zsolt. És ahogy Endre barátom is mondta, a többiek mind... A többiek mind harmadik helyezettek, mert hát ők is megérdemlik azt, hogy megemlékezzünk róluk.
És akkor, hogyha lehet, akkor lépünk egyet megint, és következik a harmadik-negyedik korcsoport. Harmadik-negyedik osztályos korcsoport. Talán itt volt a legnehezebb dolgunk, mert hogy itt volt a legtöbb gyermek, és nagyon nehéz volt választani, ezért is fog bekerülni ebbe a korcsoportba úgymond két külön díj. Az első helyezettként én azt a kisfiút szeretném említeni, aki Móra Ferencnek a Bölcs Palkó című meséjét mondta. Németh Miklós, gyere, légy szíves! Németh Miklós egy igazi kis mesélő, és olyan szép bugó hangon tagolva adtad elő a mesét, köszönöm szépen, hogy le a kalappal, átélve, és nagyon szépen. A következő ugyancsak egy legényke, őt pedig úgy hívják, hogy Lackó Zsolt. Lackó Zsolt Szilágyi Domokosnak a tréfás meséjét adta elő. Köszönjük szépen, ez is nagyon kitűnő volt. Aztán ebben a korcsoportban igazság szerint nehezen tudtuk kitalálni, hogy még kettőtöket szerettünk volna beemelni a legjobbak közé, és nem tudom, hogy neked testvéred, bocsánat, nem, neked testvéred, Németh István? Nem. Igen? Németh István volt, aki Lázár Ervinnek a meséjét mondta, ugyancsak nagyon kitűnő volt. És őt javasoltuk, hogy külön díj legyen. És még volt egy leányka, aki a ti korcsoportotokban, Lantos Boglárka, a Pletykás Asszonyok. Ezt a ismert, kedves magyar népmesét olyan jó kis cserfesen, és olyan... Köszönöm szépen! Na, következzen az ötödik-hatodikos korcsoport. Hát, ne haragudjatok, hogyha azt mondom, hogy azért itt egy picit mi többet vártunk volna ettől a korosztálytól, mert sajnos többen beleestetek abba a hibába, főleg leánykák, hogy olyan iskolás módon, olyan énekelve adtátok elő azt az egyébként nagyon jó választású verset, hogy egyszerűen azt mondtuk, hogy bármilyen jó, bármilyen jól tudjátok, nem igazán tudjuk ezt értékelni. Ilyen módon az első helyezettként Fülöp Barbarát kérem akkor. Ő egy nagyon rövid verset mondott, de nagyon frappánsan. Szóval köszönjük szépen. És a második helyezett ebben a korcsoportban, akinek van még fejlődni valója, de érződött benne valami, hogy megérintette őt ez a vers. Őt úgy hívják, hogy Méri Andris. Ő mondta el Vasalbertnek az Új Székely Ballada című versét. Talán nem gondoljátok, hogy részrehajló vagyok emiatt, de... Köszönöm szépen. És akkor elérkeztünk a 7.-8. korosztályhoz.
és megmondom őszintén, hogy itt voltunk a legnagyobb bajban. Mert azt egyértelműen tudtuk, hogy két gyermekecske volt, aki csúcs magasan teljesített ebben a korosztályban. És megint ne gondoljátok, hogy részrehajlás részemről, amiért én a Cegei Vas Alapítvány elnökeként éppen két Vas Albert verset fogok most megint ilyen szép díjban részesíteni. És hát megmondom őszintén, hogy az asszonyos zsűri társaim úgy leszavaztak engem, mint a húzat, pedig én azt mondtam, hogy teljesen egyértelműen számomra az első helyezett Vasas Fanni kellett volna legyen, de ők azt mondták, hogy nem, hanem Szabó Emőke. A márciusi verssel, emlékezés egy régi márciusra. Tehát akkor ő az első helyezett. És akkor második helyezett pedig Vasas Fanni. Azt is mondtam itt a zsűris társaknak, hogy szívem szerint meghallgattatnám veletek még egyszer mind a két verset, hogy lássátok meg, hogy ez a Lejenka milyen szépen mondta ezt a nehéz verset. Köszönöm szépen! Hát ez a zsűrinek a döntése, és mondom, az igazi nyertesek tulajdonképpen mi vagyunk, mert már most látjuk azt, hogy ezek a gyermekek milyen áldozatokra képesek azért, hogy megmérkőzzenek, hogy megtanuljanak egy hosszú verset. Én már látom azt ezek között, a Leánykák között és Legénykék között, hogy majd ők hogy fognak a saját gyermekeiknek mesélni, és ez a lényeg tulajdonképpen, és ezért mondom, hogy valamennyien ennek a mai estének vagy délutánnak a nyertesei vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, és Isten segítse szülőket, tanárokat, hogy át tudják adni ezt a mi magyar kultúránkat az elkövetkező korosztályoknak, generációknak. Isten áldja magukat. És akkor arra kérnék minden gyereket, aki harmadik helyzetet érte, hogy szép sorba jöjjenek föl, és vegyék át az emléklapokat, meg a díjakat. Köszönjük. Thank you.
Most pedig fogadják szeretettel Kun Klaudiát és Németh Andreát. Kedves vendégeink, egy csodának lettünk most részesei. Igen, igaz hittel, tiszta szívvel építettünk házat gyermekeinknek, és most örülhetünk. Most már nekünk kell tanulni tőlünk. Megtanulhatjuk ezektől az emberpalántáktól a kitartást, az őszinteséget, az önzetlenséget. Jó volt egy kicsit, kis időre gyermekké válni velük. Gyere vissza! Jó volt látni a tiszta érzéseket az arcukon, az új morzsolgatós izgulást, az önfelett nevetést. Ilyenkor az ember örömmel nyugtázza, hogy megérte a sok-sok fáradtságos gyakorlás, a nógatás. Nyugtázhatjuk azt is, hogy gyermekeink jó kezekben vannak pedagógusainknál. Köszönjük nekik azt, hogy felkészítették a versenyzőket erre a megmérettetésre. Kívánunk nekik kitartást a sokszor reménytelenek tűnő munkájukhoz. Köszönjük azon vállalkozások és emberek munkáját is, akik segítettek létrehozni ezt a rendezvényt. Az ő segítségükkel sikerülhet szép jövőt építenünk. Köszönjük a zsűri munkáját is. Építő kritikájukkal, őszinte tanácsaikkal segítették a gyerekeket, hogy tanuljanak és váljanak jövőre még jobbá. Végül, de nem utolsó sorban, a gyerekeknek kell megköszönnünk ezt a csodálatos napot. Csodát kaptunk tőlük. A rideg, szürke betűk hanggá varázsolódtak, és lélekkel, élettel töltöttek meg. Ahogy minden szívnek más-más a dallama, úgy lett minden vers más és más a kicsik szívétől. Köszönjük nekik! Szeretnénk megköszönni először kiemelt támogatóinknak, Jáner Húsboltnak, Dányról, Kerba Beváruháznak, Budapestről, Demény Étteremnek, Turáról, Farkas Anna Máriának és a Dunazug Együttesnek, Pomázról, Gábor Róbert cégének, a polgármesteri hivatalnak, a Laputrafik Nemzeti Dohányboltnak. Egyesületeknek, közösségeknek és hivataloknak is köszönjük. A Zsámboki Polgármesteri Hivatalnak, Zsámboki Sportegyesületnek, Vas Albert Hagyatékápoló Közösség és Vas Albert Múzeumnak Pomázról. Köszönjük a Szívkamara Színház vezetőjének, Horváth Klárának, a Színia könyvkiadó munkatársának, könyvkiadó lektorának, Erdei Katalinnak, Simó József előadóművész, Cegei Vas Alapítvány elnökének, Kovács Lászlónénak, és végül társszervező partnerünk a Kárpátok Egyesületnek. Céges támogatóinknak is köszönjük, Carlsen Kft. Vasboltnak, Zsámbokról, Tápterményboltnak, szintén Zsámbokról, Sztárházak Ingatlan, Gödöllőről, 100 forintos boltnak, Zsámbokról, és a Valkói Kávézónak. Civil személyeinknek is szeretnénk megköszönni, Tóth Tímának, Tóth Orsolyának, Tóthné Ica néninek, Gergely Jánosnak és családjának, Bense Zoltánnak, Gréci Natáliának, Csülök Lászlónak és családjának, Halászi Ádámnak és családjának, ifjabb Zakariás Imrének, Gulyás Dánielnek, Tóth Máténak és családjának, Sápi Bencének, Gergely Anitának, Németh Andreának, Kis Évának, Sorbák Ferenc faragómesternek Budapestről, Győrpál Imre faragómesternek Erdélyből. Fő támogatónk a Tóalmási Húscsarnok Kft., és még szeretnénk megköszönni elsősorban a szavalóknak a felkészülést, akik Dányról, Kókáról, Kerepesről, Turáról, Monorról, Zsámbokról érkeztek közel 40-en. Köszönjük a jelenlevőknek a figyelmet, jövőre is szeretnénk megrendezni szavaló versenyünket, melyre most a jelenlevőket és még sok más érdeklődőt is szeretettel várunk. És még szeretnénk megköszönni a Régió TV közreműködését is. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! És most szeretnék egy olyan dalt is eljátszani, ami talán kicsit szokatlan a tárogatótól. Ez egy egészen más műfajú dal, addig még kitöltik az emléklapokat.
egészen más műfajú dal, mint a többi, de én ezt a műfajt is nagyon szeretem, és a dalnak a címe nagyon is sokat mondó, lesz még nekünk szebb életünk. Szépen köszönöm, és igenis lesz még nekünk szebb életünk, főleg akkor, hogyha a gyermekeink ilyen gyönyörű verseket megtanulnak, elmondanak, hiszen ez a vers jelenti a magyar nyelvet és a magyar kultúrát.